Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazinműsorunkat láthatják. Testületi ülést tartott október 28-án városunk képviselő testülete. Elsőként erről számolom be Önöknek. A testületi ülés elején a megelőző zárt ülésen hozott döntésekről szóló tájékoztatójában dr. Jáger László jegyző elmondta, hogy finn testvérvárosunk alpolgármesterének Ajka városért díszoklevél kitüntetést adományoz a képviselőtestület. Mivel érdemelte ki Matti Anszara ezt a kitüntetést? Igen, a finn alpolgármester, aki valamikor Rovaniemi Malaisz Kunta polgármestere volt, akkor indult az Ajka és a Rovaniemi kapcsolat. Tehát valamikor a Rovaniemi járásnak volt a polgármestere, és utána összevonták a járást és a várost. A városban már alpolgármester lett, most nyugállományba vonult, és a több mint 20 éves kapcsolatnak ő az atya és a megteremtője. Ezért az elmúlt ülésen, zárt szavazáson meghoztuk a döntést, ugye ezt ismertette most a jegyző. Két hét múlva a polgármester egy delegációval Rovaniemibe megy, és ott ünnepi és testületi ülésen adják át Matti úrnak ezt a kitüntetést. Egy fontos megbízásról is döntött ma a testület. A Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ vezetőjét jelölték ki. Ki lett ennek az intézménynek a vezetője? A régi intézményvezető megbízatása lejárt, nyugállományba vonul, pályázatot írtunk ki, 5 pályázó volt, 2 ebből érvénytelen, 3-an megjelentek, kiváló 3 pályázó volt, és Mihály Péterné mellett döntött a képviselőtestület, ő az, aki eddig a méltó életessége idősek otthonának a vezetője volt, minden feltételnek megfelelt, és hosszú időn keresztül bizonyította, hogy erre a 3 jó közül ő a legalkalmasabb, a képviselőtestület így döntött a következő évre, őt bízza meg. Egyértelműen pozitív volt a véleményünk, 3 olyan alapos, részletes pályázati műt került a testület elé, ami csak dicséretet érdemel. Természetesen mi igyekeztünk a helyi, már ezzel a kérdéskörrel most is foglalkozó szakembert előnybe részesíteni. Ez a véleményünk találkozott a szocialista frakció véleményével, úgyhogy egyhangulag tudtuk megszavazni a pályázót. Miért volt szükség az önkormányzat 2015. évi költségvetésének a módosítására? Hát egy költségvetést évente 2-3 vagy 5 alkalommal módosítanak. A különböző pénzügyi műveletek során ugye változik a költségvetés. Ez a költségvetés módosítás olyan plusz 280 milliós változást hozott a városnak, így olyan 7 milliárd forint körülbelül a költségvetésünk, tehát át kell vezetni azokat a változásokat, amik a pénzügyi műveletek során jönnek, és természetesen ugye módosulnak a különböző feladatok is, azokat is át kell vezetni, hát erről szólt a költségvetési módosítása. Ismét tartózkodtak szokás szerint a költségvetés módosításánál. Miért? Gyakorlatilag ennek a költségvetési tervezésébe sem vonnak be bennünket, tehát gyakorlatilag annak ellenére, hogy ismerjük a tartalmát, hiszen az anyagot megkapjuk, annak ellenére úgy gondoljuk, hogy ez egyfajta jelzés, hogy amennyiben bevonnak bennünket az ilyen jellegű munkába, akkor természetesen tudunk támogató szavazatot is adni. Ebben az esetben amúgy konkrétan az volt a tartózkodásunk konkrét oka, hogy 2 olyan tétel szerepel a költségvetés módosításba, ami felvet majd későbbi fizetőképességi kérdéseket. Fogják csökkenteni Ajka város folyószámla hitelének nagyságrendjét, csak nem a felére, így 250 millió forint végén kiesik a betervezhető bevételekből, és mivel erre nem kaptunk megnyugtató választ, hogy ezt honnan fogják pótolni, ezért úgy gondoltuk, hogy tartózkodni fogunk. 2 napi rendi pont is foglalkozott a település rendezési eszközök módosításával. Miről szóltak ezek az előterjesztések? Hát a település rendezési eszközöknél a következő időszak elképzeléseihez módosítani kell a szabályozási tervünket. Ennek megfelelően 5 olyan eszközt módosítunk, ami az elkövetkező időszakban aktuális lesz. Ugye az egyik egy kis erőműnek a létesítése, annak az előkészítése, egy közel 50 megawattos erőmű. Ugye mindenki tudja, hogy az erőmű és a város közötti problémakör odáig terjedt, hogy jelen pillanatban a város egy új fűtőerőmű létesítésén gondolkodik, ugye ennek a körülményét kell megteremteni, itt a terület kijelölése az egyik, ami ebbe beleesik. A másik egy zöld terület növelés lenne a
a jelenlegi piac környékén, a harmadik Ajkacsingerben szintén egy közpark és zöld terület kialakításáról lenne szó, aztán egy kiszolgáló útnak a létesítésének a feltételeit teremtenénk meg a Tesco mögötti területen, az új piac körüli részen, és a utolsó pedig a bányászpálya környékén szintén módosítani kell ezeket az eszközöket, hiszen a közeljövőben egy kézilabda csarnok és egy jégcsarnoknak a felépítése aktuális, és ott ennek megfelelően módosítani kell a szabályozást. Erről szólt ez a módosítás 5 területen. Egyhangulag fogadta el a testület a következő 4 év útprogramját. Mi szerepel ebben a programban? Hát a következő 4 év útprogramja nagyon fontos, hiszen ahogyan az elmúlt 3 ciklusban, több mint 12 éve számos utat, járdát, parkot, parkolót felújítottunk, ezt tovább kell folytatni, és elkészült egy út- és járda program a képviselőkkel egyeztetve. Ez egy olyan 625 milliós projekt lenne, közbeszerzést kell kiírnunk, ennek az előkészítése van folyamatban. A lényege az, hogy a munka elvégzése után egy halasztott fizetést szeretnénk, majd a szerződéseket, ha megkötjük, a közbeszerzés után. Ez azt jelenti, hogy 7 részletbe fizetnénk ki, maximum évente egy ilyen 100-105 millió forintot fizetnénk, és igen jelentős fejlesztések lennének a városba. Hát most nem részletezem, az adott képviselőkkel, települési képviselőkkel egyeztettük, csak talán 2 példát, bent van a Fekete Gyémánt út Ajkacsingerben, ami nagyon leromlott, vagy a Móra Ferenc útnak a Kossuth utca és a Szent István út közötti szakasza, de számos más utca is, úgyhogy azok a fejlesztések, amik nélkülözhetetlenek a városba, azok ebbe az út járda programra bekerülnek, de ez még nem teljes. Ezen kívül még a következő 4 évben, ha úgy adódik, majd a szükséges és soron kívüli dolgokat megcsinálhatjuk. Tehát itt a konstrukció lényeg, a közbeszerzés és a halasztott fizetés, amennyit elbír a város évi költségvetése. Minden képviselőtestületi ülésen visszatérő téma az, hogy történt-e egyeztetés egyes dolgokban, vagy nem történt. Hogyan zajlik is ez tulajdonképpen? Hát gyakorlatilag mindig az egyeztetéseknek a mélységével van bajunk. Tehát amikor felületi egyeztetés van, fogalmazzunk így, amikor csak azért, hogy ne veregyen a gyereknek, ezért néhány kérdést föltesznek nekünk, ezt mi nem tartjuk egyeztetésnek. Hogyha az adott városrészi képviselővel leegyeztetik az adott utca felújítását, ezt mi konkrét elképzelésnek, konkrét egyeztetésnek tartjuk. Ebben az esetben amúgy Táncsics képviselő úr és Pat Ferenc képviselő úr közötti vita alakult ki ugye az utcák felújítása kapcsán. Mi úgy gondoljuk, hogy egy adott városrésznek volt 2 induló képviselője, az egyik megnyerte ugye az adott körzetet, a másik pedig esetleg listára jutott be. Mind a 2 képviselőnek ugyanolyan súlya kéne, hogy hasson a véleménye a felújítandó utcák kapcsán. Nemmel szavaztak az ingatlan fedezet felajánlásáról a Nagytóberek Kft. Fennálló hiteléhez. Miért? Gyakorlatilag ennek a cégcsoportnak, amelynek része a Nagytóberek is, nagyon régóta figyelemmel kísérjük a gazdálkodását. Ez a cégcsoport milliárdos nagyságrendű veszteséget halmoz föl egy-egy képviselői ciklusban, tehát 4 évente, és mi úgy gondoljuk, hogy ennek véget kéne már végre vetni, és azzal demonstrálunk minden egyes ilyen esetben, amikor ezek a cégek jönnek elénk képviselőtestület ülésen, hogy nemmel vagy tartózkodommal szavazunk. Miért volt szükség a Nagytóberek Kft. Fennálló hiteléhez, ingatlanok felajánlására hitelfedezetként? A Nagytóberek értékesített ingatlanokat, és a Nagytóberek ingatlanjain, amit értékesített, keretbiztosítási jelzálogjog van. Most az az összeg, amit kaptak, az ennek a hitelnek a kamatait tudja fedezni, és ezért az önkormányzat mellé állt ingatlanokkal, hiszen az a célunk, hogy a Ajkait Kft. Minél több ingatlant értékesítsen, hiszen akkor lesz eredményes és gazdaságos. Tehát ez a hitelezőnek a kérése, és mi ennek eleget teszünk. Ebben az előterjesztésben szerepel, hogy az önkormányzat távlati tervében meghiúsulni látszik a Pók projekt. Mi az oka annak, hogy nem lesz szabad időcentrum a régi szénosztályozó épületéből? Ugye a Pók projekt eljutott odáig, hogy a különböző műszaki vizsgálatok, elemzések során az eddigi javaslatok
úgy jöttek vissza a statikai javaslatok, hogy az épületnek a kora és a műszaki állapota nem biztos, hogy alkalmas lesz arra, hogy ezt a projektet meg tudjuk valósítani. Tehát inkább az a valószínű, hogy az az épület erre célra nem használható fel, de rajtunk kívülálló okok miatt, és azok az ingatlanok, amiket most felajánlottunk biztosítéként az előbbi nagytóberek értékesítésnél, azok a Pók projekt körüli kiszolgáló területek lettek volna, mivel ha az a projekt, ha meghiúsul, akkor ezekre a területekre már ott nem lesz szükség. Tehát ilyen összefüggésben volt benne ez az anyagban. Az önkormányzat újra kiírta a pályázatot a Mikes utcai volt iskola épület és a hozzátartozó ingatlan értékesítésére. Erről is nemmel szavaztak. Ennek mi volt az oka? Gyakorlatilag itt egy macskaegér játék van most már hónapok óta. Van egy elképzelése a városvezetésnek, hogy kinek kellene ezt az ingatlant értékesíteni, kinek kellene ezt az ingatlant megvásárolni, és milyen funkciót telepítsen oda a jövőbeni tulajdonos. Mind a két fél tudja egymásról, hogy az egyik el akarja adni az ingatlant, a másik pedig megvenni, de a vevő nem hajlandó 60 millió forintot adni ezért az ingatlan csoportért. Mi már hónapok óta nem változtatunk az irányáron, innentől kezdve úgy gondoljuk, hogy ez már csak a karzatnak szól ez a játék, el kéne döntenie végre a városnak, hogy hosszú távon ebben az ingatlannal milyen szándéka van, és hogyha komoly, ebben a szándékkal megegyező szándékú befektetőt talál, akkor vele meg kéne egyezni. Régóta szeretné eladni az önkormányzat a Mikes utcai volt iskola épületet és a hozzátartozó ingatlant. A pályázat feltétele itt is egy sportlétesítmény létrehozása. Van erre jelentkező, illetve ha van, akkor mit szeretne megvalósítani? Hát mindenki tudja, hogy a Mikes utca és a Semmelweis utca sarkán lévő épület valamikori óvoda, kisiskolának a műszaki állapota nagyon rossz. Tehát mindenképpen dönteni kell, és szeretnénk azt az épületet értékesíteni. Több próbálkozás volt, ugye magasabb áron, most már majdnem a felére ment vissza az értékesítési ár, hiszen 100 millió forint fölött volt az első értékesítési összeg. Ma már 60 millió forint plusz áfára pályáztattuk meg. Mi szeretnénk, hogyha az épület átalakításával vagy lebontásával, és azt látjuk, hogy a környező terület is szükséges, annak a értékesítésével egy szabadidő vagy olyan közcélú létesítményt létrehozna vagy megépítene valaki, aki az ajkaiak és elsősorban az ajkai fiatalok érdekeit szolgálja. Tehát volt rá érdeklődő, de pályázat nem érkezett. Úgy látom, hogy az elkövetkező időszakban van esély arra, hogy sikerül a pályázat. Szétválnak a szabadidőközpont feladatai. Hogyan képzeli el ezt a képviselőtestület? Az ajkaiak jól ismerik, hogy jelenleg a művelődési központhoz tartozik az ajkai sport szervezés és irányítás is. Tehát kinőtte magát ez a szervezet, hiszen a tábortól az összes művelődési intézményünk, a kertvárosokban lévő intézmények és az egész sportcentrum és az ahhoz kapcsolódó létesítmények egy szervezetben vannak. Ugye további elképzelések vannak a sport fejlesztésére, nem csak szervezetfejlesztésre és a minőség emelésére, hanem létesítmény fejlesztésre is, hiszen ahogy már beszéltem róla, terve van TAOS támogatás igénybevételével egy kézilabda csarnoknak az építésére, megalkult a jégkorong szakosztály, majd egy jégcsarnok építésére, és további sportfejlesztések is napirendre kerültek. Úgy gondoltuk, hogy a művelődést és a kultúrát, ami nagyon színes ajkán, civil szervezetekkel együtt, és a sportot ketté választanánk, és éppen ezért ennek a szervezeti feltételeit hoznánk létre, egy non-profit KFT-t Sportváros néven, és ugye ennek az előkészületeit kellene megtennünk, illetve pályázatot írunk ennek a KFT-nek a vezetésére, ugye erről szólt ez a napirend. Gyakorlatilag létezett egy önkormányzati KFT, az Ajka Sport 2005 KFT, amelynek december 31-ével megszűnik a létjogosultsága, és ezeket a sportfunkciókat fogja átvenni, és az összes egyéb sportfunkciót, amit eddig a művődési központ foglalt magába, fogja átvenni ez az új társaság. Ezzel nincs nekünk semmi problémánk, semmi gondunk, bár feltételezem, hogy az ellenzéki pocsorokból ennek a cégnek a felügyelőbizottságába sem fog senki helyet kapni, úgyhogy kontrollt nem fogunk tudni a cég fölött gyakorolni, de ez már a városvezetés szíve joga. Az utolsó napi rendi pontként a polgármester munkáját értékelte a testület. Mi erről a véleményük? Polgármester úr jelentős munkát és jelentős teljesítményt tesz le az asztalra évről évre.
Ezért természetesen el tudnánk fogadni az ő jutalmazását, de azt gondoljuk, hogy a mai anyagi helyzetben nem is olyan régen jelent meg ugye az önkormányzat 2011-13-as gazdálkodásáról egy ászvizsgálat, ami megállapítja, hogy kritikus gazdasági helyzetben volt a város néhány időpillanatban, illetve most is kiesik, ahogy említettem már, 250 millió forint folyószámlahitel a gazdálkodásból, illetve egy személyes, egyszeri kéréssel fordultunk a belügyminisztériumhoz, 690 millió forintot kértünk azért, mert kiesik helyi iparűzési adó ugye a MAL kapcsán. Bárhogy is számolom, ez közel 900 millió forintnyi működési hiány. Azt gondoljuk, hogy abban az esetben, amikor egy városnak körülbelül 1 milliárd forint működési hiánya van, nem illedomos a városvezetőnek 2 millió forint prémiumot fölvenni. A polgármester munkáját fél évente értékeli a testület. Én azt gondolom, hogy az harmadik ciklusban polgármester Schwarz Béla a munkát az ajkaiak mindig értékelték, hiszen újjá választották, és ez a fél éves tevékenység, amit végzett, ezt még az ellenzék is elismerte, csak éppen nem szavazta meg. Hát valakinek értékelni kell, és a többségi koalíció megszavazta.